Sziasztok! Ez a videó Metternich kancellárról fog szólni, aki a 19. század első felében a legnagyobb hatással volt az európai politika alakulására. Clemens Wenzel Nepomuk Lothar von metternich winneburg gróf 1773. május 15-én született Koblenz városában. Apja, a tréri érsek szolgálatában álló Metternich Willenburg Zubelstein gróf volt, aki a rajnai választófejedelmek érdekeit képviselte a Bécsi udvarban. Metternich anyja Mária Beatrix Aloisia grófnő volt. Az osztrák arisztokratának három testvére született. Nővérét Paulinnénak, idősebbi idősebbik öcsét Józsefnek, míg fiatalabbik öcsét pedig Ludvignak hívták. Ludvig viszont egy éves kora előtt meghalt. A fiatal Metternik öcsével együtt Strasbourgban jogi tanulmányokat folytatott 1788-tól. Itt a híres Christoph Wilhelm von Kok tanította. Ő más fontos diplomatáknak is a tanára volt, így nagy hatást gyakorolt a 19. századi európai politikára. Metternich Strasburgi tanulmányait az 1789-es francia forradalom szakította meg, amely miatt 1790-ben hazatért Mainzba, és ott tovább folytatta tanulmányait, ahol egészen 1794-ig tanult. Időközben ellátta első közéleti feladatát is, hiszen 1790-ben részt vett Frankfurtban második Lipót német-római császára koronázásán, és az eseményen a vesztfáliai katolikus grófok ceremónia mestere volt. Szintén ezt a szerepet töltötte be két év múlva a következő uralkodó második Ferenc német-római császárá koronázásakor is, ahol még a koronázási bál egyik házigazdájának is felkérték. Az ifjú metternik mányci tanulmányainak 1794-ben a francia csapatok előretörése vetett véget. Miután elment a városból, apja mellett kezdett el dolgozni, aki osztrák-német alföldért, azaz a belga területekért felelt. A diplomata apja mellett Metternich sokat utazott és hosszabb időt töltött Angliában is, ahol barátságot kötött a Velszi herceggel a későbbi negyedik György királlyal. Brüsszelben sokszor apja rábízta a tartomány irányítását is. Viszont Metternik és apja nem sokáig tudott osztrák-német alföldön együtt dolgozni, mivel a francia előrenyomulás miatt menekülniük kellett Belgiumból, és a Metternik család még az összes rajnai vagyonát is elvesztette. Ezt követően Metternich apjával együtt Bécsbe menekült, ahol tovább folytatta tanulmányait. Az ifjú főúrat nagyon érdekelték a természettudományok és az orvostudomány. Ezeket a későbbiekben is népszerűsítette. Bécsben Metternich bejutott a legbefolyásosabb arisztokrata körökbe, mivel beleszeretett az egykori kancellár Anton Wenzel von Kaunitz unokájába, Eleonórába, és 1795-ben feleségül is vette. Ezzel a házassággal Metternich bekerült a bécsi arisztokrácia legmagasabb körébe, és a bécsi udvar meghatározó szereplője lett. A házasságukból hét gyermek is született. Ebből a hét gyerekből négy lány és egy fiú élte meg a felnőttkort. Kis érdekesség, hogy két lányának is egy magyar főurat választott Metternich férjéül. Mária Leopoldina lányának gróf Galántai Eszterházi József, míg Mária Paulinának pedig gróf Sándor Móric lett a férje. Különösen is utóbbi érdekes, mivel őt ördöglovasként becézték, és annak ellenére, hogy arisztokrata származás volt, egy kaszkadőr mutatványosként szórakoztatta az embereket. Az 1795-ös házassága után meg is kezdődött a tehetséges Metternich diplomáciai karrierje. Az első legjelentősebb szereplése az 1797-es Rastatti konferencián volt, ahol vesztfáliai küldöttként vett részt erre a konferenciára, már teljesen kiforrott Metternich világképe, és úgy gondolta, hogy a németeknek nincsen lehetősége a nemzeti egység megvalósítására, így fellépett a terjedő nacionalizmus ellen. Metterniket 1801-ben Dresdába küldték, ahol ő lett az osztrákok százországi nagykövete. Itt viszont folytatott Kataria Bagrationnal, amelyből végül egy törvénytelen lányuk is született, Clementin. Metterniket 1803-ban már berlini nagykövetté nevezték ki, ahol egy nehezebb feladata volt, mivel egy Napóleon elleni francia ellenes koalíciót akartak volna létrehozni, és 1805-ben szövetséget kötött volna Poroszországgal. Viszont Poroszország ekkoriban még semleges szeretett volna maradni, és Metternich tervét végképp megpecsételte, hogy az Austerlici csatában Ausztria és Oroszország vereséget szenvedett Napóleon ellen. Ennek ellenére Metternik kifejezetten tehetséges diplomatának bizonyult. Intelligenciájával és kellemes modorával nagyon szerettek a társaságában lenni az emberek. A tehetséges osztrák előkelőt első Sándor orosz cár és Bonaparte Napóleon is szívesen látta volna udvarában. Napóleon 1806-ban még egy levélben is kérte második Ferencet, hogy nevezze ki Párizsi nagykövetévé Metterniket. Metternik Franciaországot választotta a két kérő közül, mivel őket erősebbnek tartotta, és elkezdett dolgozni egy osztrák-francia szövetség megkötése érdekében. Ennek értelmében elérte, hogy második Ferenc német-római császár 1806-ban lemondjon a szimbolikus német-római császári tisztségéről, és helyette létrehozza az osztrák császárságot. Innentől kezdve második Ferencet első Ferenc néven említik osztrák császárként. Metternich Párizsban is igyekezett volna megkedveltetni magát, és sorra járta a francia szalonokat. Az osztrák diplomata minden báját bevetette, és évekig tartó viszonya volt a francia császár hugával, Karolinnal és más arisztokrata hölgyekkel is. Ezekkel a kapcsolatokkal Metternich még a nehezen hozzáférhető információkat is megszerezhette. Végül Metternich Párizsi kalandjának az 1890-ben kitörő francia-osztrák háború vetett véget, amely során Bécsben bebörtönöztek két francia diplomatát is. Ezért Napóleon is elfogadta Metterniket, és csak a francia diplomatákért cserébe engedték szabadon. Ráadásul Napóleon miután legyőzte első Ferenc osztrák csapatait, azután elérte, hogy Johann Philipp stadion helyére Ausztria államminiszterének és külügyminiszterének nevezzék ki Metterniket. Miután 1809. október 14-én megkötötték a Sömbruni békét, Ausztriából lényegében egy középhatalom lett. Metternich ezért igyekezett volna visszanyerni Ausztria nagyhatalmi státuszát, és úgy gondolta, hogy az osztrák császárság akkor lehet újra nagyhatalom, ha semlegesek maradnak és a franciákkal együttműködnek. Különösen is jól jött Metternichnek Napóleon házassági ajánlata, ahol saját maga győzte meg az osztrák hercegnőt, Mária Luizát a házasság hasznosságáról, és maga kísérte el az ifjú arát Párizsba, ahol 1810 április 1-én Mária Luiza hozzáment Napóleonhoz. Ebből a házasságból minimális engedményeket tudott szerezni Napóleontól Metternik, és Ausztria egy szövetséget kötött Franciaországgal. Ugyan Metternik Napóleon hatalmát időszakosnak tartotta, és tudta jól, hogy előbb-utóbb meg fog dőlni, viszont úgy gondolta, hogy kivárásra kell játszaniuk, mivel jelenleg még túlerősnek érezte Napóleont, és ezért inkább birodalma egységesítésére és megerősítésére törekedett. A legfontosabb politikai célja az volt Metterniknek, hogy a Habsburgok nagy múltud el az a szerkezetű birodalmából egy szilárd és egységes államot tudjon létrehozni. Azonban a Habsburg birodalmon belül a magyar királyságnak egy különálló jogállása volt, amely jogokról a magyar rendek nem szerettek volna lemondani. Metternik nagyon nem szerette a magyaroknak a külön jogállását, és megpróbálta őket beolvasztani az osztrák császárságba. Ezt a folyamatot glejsáltolásnak nevezzük, amelyben Metternik megpróbálta volna egyformára szabni az első Ferenc által irányított területeket. Már a napóleoni háborúk idején is megpróbálta volna megtörni a magyarok különállását, és 1811-ben pénzreformot hajtottak végre, amely során elértéktelenítették a birodalmi pénzt. Majd a magyar gazdáktól követelték, hogy járuljanak hozzá nagy összegekkel a birodalmi valuta stabilizálásához. Értelemszerűen a magyarok ezt ellenezték, mivel így kevesebb pénz maradt a főurak kezében. Ezért megüzenték, hogy akkor nem fognak újoncokat kiállítani az osztrák hadseregbe, ha több adót kell a magyaroknak fizetni a feszültség metternik és a magyar rendek között odáig fajult, hogy 1811. december 10-én az osztrák kancellár egy emlékiratot is átnyújtott első Ferencnek, amelyben kifejtette, hogy a jelenlegi magyar rendi alkotmányosság fenntarthatatlan, és azonnal meg kellene szüntetni, ha Ausztria újra nagyhatalom szeretne lenni, mivel a magyarok a túl nagy jogaikkal bármikor szembeszállhatnak Bécs akaratával. Érdekes, hogy ebben az egységesítő tervében még maga Napóleon is támogatta Metterniket, és állítólag a francia császár azt is mondta az osztrák külügyminiszternek, hogy ha gondot okoz a magyar alkotmány neki, akkor meg kellene szüntetnie azt. Tehát Metternik ebben az időben inkább a belpolitikára koncentrált volna, és igyekezett passzív külpolitikával Napóleon jó indulatát megnyerni. Ezért meg akarta akadályozni az újbóli francia ellenes orosz-osztrák szövetséget, és Napóleon 1812-es oroszországi hadjárata előtt papíron a franciákat támogatták az osztrákok. Azonban, amikor Napóleon kudarcot vallott az orosz hadjáratával, akkor az osztrák külügyminiszter elkezdett nyitni első Sándor cár felé. Ráadásul a Kalisi szerződésben Ausztria két szomszédja, Oroszország és Poroszország egy francia ellenes szövetséget kötött, amelybe kérték Metterniket is, hogy csatlakozzon. Viszont Metternik halogatta a döntést, mivel nem akarta volna a Napóleon legyőzése után keletkező orosz dominanciát Európában. Ezen kívül még befejezte volna az osztrák hadsereg fejlesztést és a birodalma egységesítését. Ráadásul még a franciákkal egy élő szerződése is volt az osztrák császárságnak, amelyet csak akkor akart volna felbontani Metternik, ha biztosnak véli a győzelmet. Metterniknek ebben a helyzetben az volt az elve, hogy Ausztriának nem csak szimplán csatlakoznia kell egy francia ellenes koalícióhoz, hanem annak a vezető hatalmává kell válnia, és el kell érnie azt, hogy a Napóleon ellenes háború nem szimplán Franciaország legyőzéséről, hanem az európai egyensúly visszaállításáról szóljon. Emellett még igyekezett volna visszaszorítani az orosz hegemóniát is Európában, és ezért ragaszkodott hozzá, hogy Franciaország nagy hatalom maradhasson akkor is, ha vereséget szenved. Metternik kezdetben még Napóleont is meghagyta volna Franciaország élén, viszont erről első Sándor hallani sem akart, így végül a burbonok restaurációjában egyeztek meg. Ausztria tehát belépett a Napóleon ellen irányuló szövetségi rendszerbe, a hatodik koalícióba, és annak vezető hatalmává vált. Metternik 1813-ban még megpróbált volna közvetíteni szövetségesei és Napóleon között, és azért, hogy elkerüljék a további háborúzást, elmondta a francia császárnak a feltételeiket. Viszont ezekről Napóleon hallani sem akart, és 1813-ban a Lipcsei csatában összecsapott az ellen szövetkező országok ellen, és egy vereséget szenvedett. Ezután a csata után első Ferenc jutalmul hercegi rangra emelte Metterniket. Végül 1814-ben az első Párizsi békeszerződésben Franciaország békét kötött a szövetségesekkel, és itt megegyeztek arról is, hogy a háború utáni rendezés megvitatására egy kongresszust fognak összehívni Bécsben. Ezzel Metternich visszaszerezte Ausztria a nagyhatalmi státuszát, mivel az egész világ ekkoriban Bécsre figyelt, a kongresszuson pedig a legtöbbször a házigazda Metternich akarata érvényesült. Már 1814. szeptemberétől elkezdtek érkezni küldöttek Bécs városába, ahol az osztrák követeken kívül ott voltak még Oroszország, Poroszország és Nagy-Britannia képviselői is. Meghívták a kongresszusra azt a Talleyrandot is, aki a francia külügyminiszter volt. Ő azért jöhetett a kongresszusra, mivel Metternik nem akarta Franciaországot végleg meggyengíteni, hiszen Oroszország egyensúlyaként tekintett rájuk. Szintén meghívták Spanyolország képviselőit is. Az osztrák külügyminiszter az esemény házigazdájaként nagyon is odafigyelt a külsőségekre, és ezért számtalan díszszemlét, koncertet, színházi előadást, ünnepséget és bált rendeztek Bécsben a kongresszus idején. Metternich konzervatív álláspontjáról sikeresen meggyőzte partnereit, és az időközben lezajló Napóleon visszatérési kísérlete egyértelműen az osztrák külügyminiszter véleményét igazolta. Metternich fő célja az volt, hogy visszaállítsa a francia forradalom előtt fennálló rendet Európában. Ezen kívül törekedett arra is, hogy féken tartsa a megerősödő porosz és orosz túlsúlyt Európában. Ezért elérte, hogy Franciaországnak csak minimális határvesztességei legyenek, és továbbra is nagy hatalom maradhasson végül 1815. június 9-én aláírták a Bécsi Kongresszus 121 cikkejéből álló záróokmányát. Ebben a záróokmányban Franciaország szomszédjait is megerősítették. Ennek értelmében Hollandia megszerezhette a korábbi osztrák-német alföldet, tehát Belgiumot, létrehozva ezzel az Egyesült Német Alföldi Királyságot. Ezen kívül Svájcnak örökös semlegességet biztosítottak, a Szárd királyság pedig olyan jelentős területeket kapott, mint Nizza, Szavoja és Genova. Svédország pedig megszerezhette magának Norvégiát, míg a poroszok pedig megkapták a rajnai német területeket. Szintén terniknek kedvezett, hogy Belgiumot leszámítva a Habsburg birodalom visszakapta minden területét, és még az észak-itáliai, valamint az adriai tartományokkal is kárpótolták őket így került Ausztriához Lombardia, Velence, Dalmácia és Isztria is. Szintén a Habsburgok itáliai befolyását segítette, hogy a közép-itáliai tartományokban, Toszkánában, Modénában és Pármában Habsburg előkelők kerülhettek hatalomra. Viszont a német-római császárságot nem állították vissza a Bécsi kongresszuson. Az egykori birodalom helyén 34 fejedelemség és 4 szabadváros jött létre. Ezen kívül még a Bécsi kongresszuson az osztrákok, a poroszok és az oroszok vezetésével megkötötték a Szent Szövetséget, amely az európai béke fenntartásáért felelt. Ebbe a szövetségbe csak Nagy-Britannia és a pápai állam nem lépett be, a többi ország csatlakozott hozzá. Ez a szövetség formális lehetőséget biztosította Metternich vezette Európában, hogy bármikor leverhessék a francia forradalomhoz hasonló liberális és nacionalista megmozdulásokat. Ezáltal az osztrák császárság két főszövetségesével Európa korlátlan ura lett. Ez amiatt is volt, mivel Angliát nem érdekelte az európai kontinens sorsa, csupán a világtengeri kereskedelme. Tehát a bécsi kongresszus után Metternich az európai politika legbefolyásosabb személye lett. Ezt követően továbbra is központosította volna az osztrák császárságot. Ebben leginkább Magyarország helyzete zavarta, mivel, mint korábban már láthattuk, a Magyarország gyűlés jogai az új adó kivetéséről, illetve az újonc megszavazásról kifejezetten idegesítették az osztrák diplomatát. Ráadásul a különálló magyar megye rendszer is bosszantotta Metterniket, így azt is felszámolta volna. Az első támadását a magyarok ellen még a napóleoni háborúk idején 1811-ben indította, amikor felállította a sajtóirodát. Ennek a sajtóirodának az volt a feladata, hogy népszerűsítse Metternich politikáját külföldön és belföldön egyaránt. Ezért azt hirdették, hogy az osztrák vezető igazából csak korszerűsíteni akarja a birodalmat, és különösen is a legelmaradottabb részét, a magyar királyságot fejleszteni. Azzal bírálták Magyarországot, hogy elmaradott az ország közigazgatása. Továbbá nevetségesnek tartották azt, hogy a magyar nemesek adómentesek, úgy, hogy náluk van az ország vagyonának az öme szintén bírálták a magyarországi embertelen börtönviszonyokat és az elmaradott egészségügyet is. Metternik két legjelentősebb írója, Piringer és Gusterman voltak, akik mindketten az állami cenzúra hivatalban dolgoztak, és jó kapcsolatot ápoltak a rendőrhatóságokkal. Metternik a rendfenntartó szerveket is átszervezte. Ebben a legjelentősebb embere az a Szédlnicki volt, aki kiépítette a titkos rendőrséget a birodalomban első Ferenc hírhett rendőrminiszterének a módszereit még az oroszok is átvették a későbbiekben. A napóleoni háborúk után Metternich megpróbálta volna felszámolni a magyar megyerendszert. Viszont a császár első Ferenc óvatosabban akart volna eljárni, és figyelemmel lett volna a birodalma különböző népeire. Ezzel szemben Metternik úgy látta a világpolitika alakulását, hogy a Bécsi kongresszus után Ausztria nagyhatalmi helyzete már megengedheti azt, hogy keményebben fellépjen a belpolitikájában. Végül Metternich irányvonalát próbálták megvalósítani. Ebben Magyarországot is beolvasztották volna az ausztriai központi közigazgatási rendszerbe. Ez a közigazgatási rendszer már a 18. században kiépült a birodalomban, csak a Magyarország gyűlésen nem iktatták törvénybe, így Magyarország kimaradt belőle. Ezért Metternik tanácsára első Ferenc egy királyi rendeletben kimondta, hogy a helytartó tanács fogja innentől kezdve felügyelni a magyar megyék adógazdaságát. Viszont, mivel a Magyarország gyűlés ehhez nem járult hozzá, így első Frenc rendelete törvénytelen volt. Metternik ezért kötelezte a magyarországi megyék főispányait, hogy hajtsák végre a király rendeletét. Viszont az országban az volt a protokoll, hogy a királyi rendeleteket először ismertették a megyei közgyűléseken, majd ezután itt hoztak egy határozatot, és a nem alkotmányosnak tűnő rendeleteket joguk volt visszautasítani a megyéknek. Ezt viszont Metternich kikerülte azzal, hogy kötelezte a főispánokat, hogy hajtsák végre utasítását. Értelemszerűen Metternich törvénytelen intézkedésével szemben nagyon sok magyar nemes felszólalt. Ezért az osztrák kancellár ellenük is hozott egy intézkedést. Ebben Metternik eltörölte a közfelkiáltásos döntést a megye gyűléseken, és innentől kezdve mindenkinek egy-egy szavazata lett a gyűlésem. Ezzel azt érte el, hogy innentől kezdve az összes nemes ugyanannyit ért. Ez azért volt a bécsi udvarnak jó, mivel a nemesek körében nagyon sok úgynevezett bocskoros nemes volt. Ezeknek a bocskoros nemeseknek nem volt akkora a vagyonuk, és ezért metternik emberei meg tudták vásárolni szavazataikat. Először Szedlinszki szolgálatai alapján megtudták, hogy ki az, aki megvehető, majd pálinkával leítatták őket, és kormányzati zsoldot adtak nekik azért, hogy metternik álláspontját szavazzák meg. Ezzel az intézkedéssel Metternich helyzete még jobban megerősödött a birodalomban. Az osztrák herceg intézkedéseivel modernizálni akarta volna a Habsburgok országait, és a magyar alkotmányosság visszaszorításával pedig egy felvilágosult abszolutizmus szeretett volna megvalósítani első Ferenc birodalmában. Metternich befolyása 1821-ben tovább bővült, amikor már államkancellárnak is kinevezték. Közben Metternik az európai politikát is meghatározta, és az 1818-as Áheni, az 1820-as Troppaui, az 1821-es Lajbakki, valamint az 1822-es veronai konferencián is érvényesítette akaratát. Ezek a konferenciák az 1820-as évek forradalmai miatt lettek összehívva. Ekkoriban több helyszínen is fellázadtak az aktuális rendszer ellen. Spanyolországban, Észak-Itáliában és Nápolyban, valamint Görögországban törtek ki különböző nagyságú felkelések. A Troppa konferencián Metternich még az orosz cárt is rábeszélte arra, hogy senkinek se engedjen semmiféle alkotmányosságot, és hogy együtt küzdjenek a különböző forradalmi eszmék ellen. Ezen a konferencián Metternich elérte azt is, hogy Európa nagyhatalmai közösen fellépjenek és leverjék a kitörő forradalmakat. Viszont Metternich pozícióját gyengítette az a tény, hogy Nagy-Britannia a tropaúi konferencia döntéseit már nem támogatta. Szintén Metternich akarata érvényesült az 1822-es Veronai konferencián, ahol az osztrák külügyminiszter elérte, hogy a nagyhatalmak beleegyezzenek abba, hogy a francia csapatok leverhessék a spanyolországi, míg az osztrák csapatok pedig az itáliai forradalmakat. Azonban ezután a konferencia után végképp összeomlott az osztrák-brit szövetségi rendszer, és a későbbiekben Nagy-Britannia egyáltalán nem támogatta Metternich elképzeléseit. Viszont Metternich a görög eseményeket már sehogy sem tudta elfolytani. A görögök az óriási kiterjedésű oszmán török birodalom ellen lázadtak fel, akik ekkora már nem voltak olyan erősek, hogy sikeresen leverjék a görög forradalmat. Az egykor nagy múltú birodalmat ekkorra már Európa betegemberének hívták. A törökök széteső birodalmára leginkább az orosz cár fente a fogát, mivel az volt a terve, hogy egy kiáratot szerez a földközi tengerre a megszűnő birodalom helyén. Ezt Metternik semmiképpen sem akarta volna engedni, mivel félt, hogy ez a hatalmi egyensúly megbomlásával járna. Emiatt megbomlott az egyensúly a Szent Szövetség tagjai között. Tovább nehezítette Metternik helyzetét, hogy időközben a belpolitikai pozíciója is meggyengült. Ez amiatt történt, mivel első Ferencnek pénzre és katonára lett volna szüksége Magyarországról, csak hogy az országgyűlés összehívása nélkül ezeket nem szerezhette volna meg törvényesen. Emiatt a Bécsi udvar újra elértéktelenítette a birodalmi pénzt, és egy kettős pénzrendszert vezetett be. Ezzel azt próbálták volna elérni, hogy a pénz helyreállítása érdekében több pénz jöjjön a birodalmi kasszába Magyarországról. Azonban a magyar megyék ezt nem hagyták annyiban, és ellenálltak néha már olyan komikus módszereket használtak, mint hogy minden ember eltűnt, akinek kulcsa lett volna a megyeház ajtajához, vagy hogy az érkező királyi megbízottakat nem várta a megye szélén egy lovasfogat, hogy ne találjanak oda a megyeházhoz. Ezek az ellenállási törekvések viszont eredménytelenül végződtek, mivel metternik, hogy megtörje a magyar ellenállást, néhány megyébe katonasságot rendelt ki, és tisztviselőket tartóztattak le ezzel az eszközökkel a Habsburgok végül megtörték a magyar megyék ellenállását, viszont a magyar nemzet egyre jobban Habsburg ellenes lett, és alkotmányosságokat kezdték el védeni a bécsi abszolutizmussal szemben. Metternik elnyomó intézkedései során a magyarok elkezdtek kiutat keresni, és felülvizsgálták a régi alkotmányosságuk hiányosságait. Tehát ez az a folyamat, amely a reformkor közvetlen előzménye volt, és amely elindította a magyarokat a polgári átalakulás megvalósítására. A magyarok növekvő ellenállását jól érzékelte az osztrák kancellár is, és ezért 1825-ben első Ferencel újra összehívatta az országgyűlést Magyarországon. Metternik azt hitte, hogy ezzel a szelepnyitással majd megoldódik a probléma, mondvá, hogy a magyarok majd örülnek az engedményeknek, és elfogadják a módosításokat. De elszámolta magát. Ráadásul ezen az országgyűlésen a reformkor egyik nagy alakja, Gróf Széchenyi István, még egy évi jövedelmét is felajánlotta egy magyar tudós társaság felállításához, elindítva ezzel a reformkort és a magyar kultúra fejlődését. Így Metternik ezen próbálkozása végképp kudarcot vallott. Tovább nehezítette Metternik helyzetét, hogy 1826-tól kezdve meg kellett osztani a hatalmát Franz Anton von Kolovrat-Lipsteinskival. Kolovrátnak eltérő politikai szándékai voltak. Ő az állam gazdaságát akarta volna először stabilizálni, és ezért minél több pénzt akart megtakarítani. Emiatt a katonai kiadásokat is csökkentette volna, viszont ezt Metternich nem akarta hagyni neki, mivel külpolitikai szempontból elengedhetetlennek tartotta egy erős hadsereg fenntartását. Ráadásul az idősödő első Ferenc király egy trónörököst is szeretett volna maga helyére. Első Ferenc legidősebb fiával, Ferdinánd főherceggel viszont az volt a probléma, hogy teljesen alkalmatlan volt az uralkodásra. Ezzel szemben az ifjú és kelekótya főherceg öccse, Ferenc Károly, középszerűen még elláthatta volna az uralkodói feladatokat. Így első Ferenc előtt egy dilema állt, hogy melyik fiát válassza utódjának. Ebben a helyzetben Metternich kancellár Ferdinánd Főherceget javasolta, arra hivatkozva, hogy a Szent Szövetség az Isteni Legitimitás elvét alátámasztva jött létre az európai forradalmakkal szemben, az Isteni Legitimitás elve alapján pedig az elsőszülött fiút illetné a trón, függetlenül attól, hogy az mennyire alkalmas rá. Metternich azzal érvelt, hogy rossz üzenete lenne ebben a forradalmi helyzetben, hogyha a másodszülött fiút nevezné ki Ferenc utódjának viszont Metterniket valójában nem is az isteni legitimitás elve motiválta Ferdinand ajánlásában, hanem sokkal inkább az a tény, hogy Ferenc halála után az alkalmatlan Ferdinand helyett majd gyámként ő irányíthatja a birodalmat. Az osztrák kancellár számítása be is jött, mivel 1830-ban egy újabb forradalmi hullám söpört végig Európán, amely első Ferencet meggyőzte a felől, hogy elfogadja Metternik javaslatát, és Ferdinand főherceget tegye meg trónörökösének. 1830-ban egy meghívó levelet is küldött a Magyarország gyűlésre, és ebben kérte a magyar rendeket, hogy válasszák meg fiát utódjának. Ráadásul az idős király még életében megkoronáztatta fiát Ferdinándot. Így Metternik elérte, hogy a Habsburg birodalom után immáron az uralkodói család is a gyámsága alá került. Azonban az 1830-as évek forradalmi hulláma külpolitikailag igen kedvezőtlenül hatott Metternich kancellára. Ugyan a Szent Szövetség újra összekovácsolódott, de immáron nem Ausztria, hanem Oroszország lett a vezető hatalma a szövetségi rendszernek. Továbbá a párizsi forradalom miatt Metternich elvesztette egyik korábbi szövetségesét, Franciaországot, aki inkább Angliával szövetkezett innentől kezdve Metternich beavatkozási politikája ellen. A brit külügyminiszter Palmerston még a belga forradalom esetében is borsot tört az osztrák kancellár orra alá, mivel Nagy-Britannia támogatta Belgium függetlenségi kísérletét Hollandiával szemben, amelyet sikerült is elérniük a belgáknak. Így Metternik külpolitikai pozíciója lényegesen meggyengült. Ugyan még le tudta verni az 1830-as évek német és olasz felkeléseit, és az 1833-as Berlini szerződésben Oroszországgal és Poroszországgal újra sikerült felélinkítenie a Szent Szövetséget, viszont az osztrák kancellár a világpolitikára immáron nem tudott akkora befolyással hatni, mint korábban. Ebben az időben volt Metternich második és harmadik házassága is. Metternich második felesége Mária Antonia von Leikam grófnő volt, aki egy középosztálybeli énekes lánya volt. Őt 1827-ben vette feleségül Metternik. Viszont az osztrák kancellár sok bírálatot kapott újdonsült felesége származása miatt, amely irritálta a környezetét. Házasságukból végül egy fiú született, Richard Clemens von Metternik wienerburg Ő már a korábban említett Sándor Móricz lányát, Sándor Paulinát vette feleségül. Metternik és második feleségének a házassága nem tartott sokáig, mivel Mária Antónia 1829-ben meghalt. 1831-ben Metternik újra nősült, és ezúttal Zicsi Ferraris Melániát vette el. Ő a magyar Zicsi családból származott. Kettejük házasságából öt gyermek született. Belőlük hárman élték meg a felnőttkort, két fiú és egy lány. Melánia lányuknak Gróf Zicsi József lett a férje. Így elmondhatjuk, hogy Metternik gyakran házasította ki gyermekeit magyar főúri arisztokrata családokba. 1835-ben meghalt első Ferenc király, és utódjának Ausztriában és Magyarországon is megválasztották első szülött fiát, Ferdinándot. Azonban az új uralkodót Bécsben első Ferdinánd néven koronázták császárra, mivel az 1804 óta létező új birodalomban újra kezdték a Habsburg uralkodók számozását. Viszont Ferdinánd magyar királyi számozása esetében felmerült a kérdés, hogy hanyadik számot kapja. Magyarországon az utolsó ténylegesen uralkodó Ferdinánd nevű király harmadik Ferdinánd volt. Ő 1657-ben halt meg. Csak hogy ez a király még uralkodása idejében megkoronáztatta a szintén Ferdinánd nevű fiát, aki a negyedik Ferdinánd nevet kapta. Viszont negyedik Ferdinánd nem sokára meghalt, így ő egyáltalán nem uralkodott Magyarország trónján. Azonban, mivel megkoronázták, ezért a koronázott királyok soraiban jogszerűen feltüntették, így az 1835-ben trónra lépő uralkodót 5. Ferdinánd néven akarták beiktatni. Ezzel szemben Metternik azt szerette volna elérni, hogy a magyarok is első Ferdinánd néven hívják az újdonsült uralkodót, mondván, hogy ne kelljen odafigyelnie Ferdinánd királynak a számozásra a különböző területein ez a látszólag ártatlan számocska valójában egy közjogi csellett volna Metterniktől, amelyel egységesítette volna a Habsburgok birodalmát. Ugyanis, ha a magyar rendek beleegyeztek volna, hogy első Ferdinándnak hívják az újdonsült királyukat, akkor azzal lényegében elismerték volna azt, hogy a magyar királyság az a nemrégiben létrejövő osztrák császárságnak a része. Azonban a magyar rendi gyűlésen résen voltak posonyban, és tiltakoztak az első Ferdinánd elnevezés ellen. Ezért Metternik nagyon ideges lett, és hosszas levélváltásokkal próbálta volna meggyőzni a magyarokat, de mint hiába. Így végül a magyarok elérték, hogy új uralkodójukat 5. Ferdinánd néven címezhessék meg, és így közjogilag nem olvadtak bele az osztrák császárságba. Tehát, amíg Ausztriában első Ferdinándnak, addig Magyarországon ötödik Ferdinándnak hívták az új uralkodót. De ez az uralkodásra teljesen alkalmatlan Ferdinándot nem igazán érdekelte, legfőbb tanácsadóját és gyámját, Metterniket viszont annál inkább. 1835-ben Metternik, az új király, ötödik Ferdinánd gyámjaként az osztrák politika legbefolyásosabb irányítója lett. Azonban nem egyedül gyakorolta a hatalmát, mivel volt egy háromtagú titkos államkonferencia a birodalom élén. Ebben Metternich mellett helyet kapott még Ferdinánd király nagybátyja, Lajos főherceg, illetve Metternik riválisa, Kolovrát. Kolovrát még Metternichnél is elnyomó politikát folytatott, viszont magáról a felelősséget mindig az osztrák kancellárra hárította, és így az emberek azt hitték róla, hogy ő egy liberális politikus, és csak Metternich miatt nem sikerülnek a liberális elképzelései. Emiatt hármuk közül Metternik volt a legnépszerűtlenebb a birodalomban. Az is gyengítette Metternik hatalmát, hogy nem igazán volt jó kapcsolata az uralkodói családdal. Csupán csak a magyar Nádorral, József főherceggel ápolt jó kapcsolatokat. Ezért Metternik egyre inkább háttérbe szorult az udvarban, és befolyása a külpolitikára korlátozódott. Viszont, mivel a belpolitikáért felelős Kolovrát áthárította a felelősséget Metternikre, ezért a különböző elnyomó intézkedéseket még mindig az osztrák külügyminiszternek tulajdonították. Így érkezett el az 1848-as esztendő, amikor február 22-én Párizsban kitört a forradalom. Viszont ezt a helyzetet a Bécsi udvarban nem igazán vették komolyan, és csupán csak francia belügynek tekintették. Így nem akartak semmiféle reformot sem engedni az osztrákoknak. A forradalom után pár nappal később, március 3-án hangzott el Kossuth Lajos híres beszéde, amelyben alkotmányt kért az osztrák császárság minden népének. Ez a beszéd volt a legnagyobb hatással a bécsi tömegekre, metternikék viszont ezt sem vették komolyan, és a Magyar Országgyűlés feloszlatását tervezték. Azonban a bécsi udvar elszámolta magát, mert az eseményeket már nem lehetett megállítani. A párizsi forradalom után nem sokkal később Bécsben a karintiai kapu egyik oszlopára egy olyan plakátot ragasztottak ki, amelyre az volt írva, hogy egy hó alatt Metternich megbukott, éljen az alkotmányos Ausztria. Ráadásul a párizsi forradalom hírére egy forradalmi hullám söpört végig Európában. Elsőként a német területekre terjedt át, és március 2-án Münchenben, 3-án Nassau-ban, 7-én Szászmeiningenbe, 10-én pedig Weimarba és Oldenburgban tört ki egy nacionalista forradalom. Ebben a helyzetben Bécsben is egyre inkább mozgolódtak a reformálni vágyó osztrákok. Egy megmozdulást is szerveztek március 13-ára, amelyen főként egyetemisták és polgárok gyülekeztek, és metternik menesztését, valamint polgári reformokat követeltek. A felkelést a katonáság le akarta verni, viszont a tüntetők nem hagyták magukat, így egy utcai harc alakult ki a nép és a katonaság között, és végül a forradalom egy vérontásba torkollott. Ebben a helyzetben az idős metternik megijedt, és a Bécsben összeülő államtanácsban Windisgréc tábornokkal együtt erősítést akartak volna hívni. Viszont ekkora már kiderült, hogy elkéstek, mivel a polgárőrség már átállt a forradalmárok oldalára, és azt mondták, hogy addig nem hajlandóak Ferdinánd királynak engedelmeskedni, amíg Metternich le nem mond a tisztségéből. Az osztrák kancellár a felkelő tömegtől megijedt, és ezért lemondott, valamint éjjel áruhába öltözve megszökött Bécs városából. Ezután 5. Ferdinánd megegyezett a bécsi felkelőkkel, és az időközben Bécsbe érkező Magyarország gyűlési küldöttséggel is. Ennek értelmében kinevezett két felelős kormányt országai élére. Ausztriában Kolovrát, míg Magyarországon Gróf Battyányi Lajos alakíthatott kormányt. Csak hogy, mint korábban láthattuk, Kolovrát még Metternichnél is durvább álláspontot képviselt, csak liberálisnak tettette magát. Így az igazi eredménye a bécsi és a pesti felkelőknek a Battyányi kormány kinevezése volt, akik megvalósították Magyarországon a polgári átalakulást miután Metternich elmenekült Bécsből, Angliába ment, ahol Brightonban és Londonban élt néhány hónapot. Majd 1849-ben Brüsszelbe ment és ott élt két évig. Végül a 78 éves Metternich 1851-ben tért vissza Bécs városába, viszont itt már nem vállalt semmiféle közhivatalt, hanem visszafogottan élt egészen 1859-es haláláig. Több érdekesség is kapcsolódik Metternich kancellárhoz. Az egyik az, hogy nagy érdeklődés mutatott a korszakban megjelenő fényképészet iránt, és amikor Párizsban 1839-ben feltalálták a dagerotípia technikát, utasította a párizsi osztrák nagykövetet, hogy gyűjtsön össze hozzá minden információt. Végül olyan sikeres volt a nagykövet gyűjtő munkája, hogy 1839. júliusában Louis Dager két fényképet is küldött Metterniknek. Szintén érdekesség, hogy több mindent is elneveztek az egykori osztrák kancellárról. Az egyik leghíresebb ilyen dolog a Zönlein Reingold Zetkel Rai Fürz von Metternich pesgőmárka, amelyet az osztrák kancellár egykori kastélya dűlőin termő szöllőkből készítenek. Ennek a pesgőnek még az üveg címkéjén is Metternik portréja található. Szintén az egykori osztrák kancellár nevét viseli Bécs harmadik kerületében a Metternik Gasse és egy Brazíliában található növényfa is. Metternikkel kapcsolatban nagyon sokan elvakult konzervatívként ítélik meg életpályáját. Az egykori osztrák kancellár amiatt volt ennyire maradi állásponton, mivel úgy gondolta, hogy az angol alkotmányosság nem alakulhat ki történelmi előzmények nélkül, és ezek hiányában radikalizálódhat, mint a francia forradalom esetében. Viszont Metternich képességeit jelzik, hogy több évtizedig egy működő rendszer tudott felépíteni, amely nem csak a birodalma, hanem egész Európa működését irányította. A rendszer stabilitását jól jelzi, hogy a Bécsi kongresszus után a nagyhatalmak között 40 évig nem is volt háború. Magyar szempontból igen nehéz megítélni az osztrák kancellár munkásságát, mivel a magyar alkotmányosságot és önállóságot megszüntette volna és beolvasztotta volna Magyarországot az osztrák császárságba. Viszont abból a szempontból sokat köszönhetnek Metterniknek a magyarok, hogy az erőszakos egységesítési politikájával rámutatott Magyarország hiányosságaira, és nagyon sok magyar elkezdett gondolkodni a felől, hogy a Metternik által jelzett problémákra hogyan is lehetne válaszolni így a reformkor megindításában elévülhetetlen szerepei voltak Metternicnek, még ha ő ezt tudatosan soha nem is akarta. Ez volt a Metternic életét bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára.